Laudetur Jézus Krisztus. In aeternum amen. Szeretettel köszöntjük a Bonum Televízió nézőit, mindazokat, akik a kábeltelevízió képernyőjén keresztül, és azokat is, akik az internet által kapcsolódnak be Ferenc pápa szokásos vasárnapi úrangyala imádságába. Szeretettel köszöntelek téged is, Tőzsér Endre atya itt mellettem a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy csodálatos napsütéses vasárnap délben jelentkezünk mi innen Budapestről, a kép pedig Vatikán főteréről, a Szent Péter térről, a Központi Vatikáni Televízió által köszönjük nekik az együttműködést, és ha már együttműködés, akkor örömmel jelenthetjük be, hogy az egyik fő együttműködő partnerünk, a Magyar Kurír, a mai nappal elindította a legújabb telefonos applikációját, Pápa a mobilon, mobilon a pápa, egy olyan telefonos applikációt, amely letölthető lesz majd különböző applikációs portálokról, sztórokról, amelyen keresztül Ferenc pápa minden úrangyala imádságát, minden beszédét, minden hírt a pápával kapcsolatban tartalmazni fog. Érdemes utána nézni a különböző sztórokon, hogy hol lehet ezt az applikációt letölteni. A Magyar Kurír oldalán olvashatnak erről holnap hétfőn. Egy nagyon tartalmas héten van túl a Szentatya, és nem csak a Szentatya, hanem az a 200 szinódusi atya és szinódusi résztvevő, akik a harmadik rendkívüli püspöki tanácskozáson vettek részt ezen a héten. Ugye október 5-én kezdődött a harmadik rendkívüli szinódus, múlt héten vasárnap, ilyenkor ünnepi szentmisével nyitotta meg Ferenc pápa ezt a tanácskozást. Ezen a héten volt olyan nap, amikor több mint 70 felszólalást hallgathattak meg a szinódusi atyák olyan témákban, mint az elváltak és újraházasodottak helyzete a világban, a vegyes házasságokkal kapcsolatban fogalmaztak meg gondolatokat a szinódusi atyák. Nagyfokú intenzitás jellemezte ezt a hetet. Az egyik nap kifejezetten az afrikai országokból érkező püspökök szólaltak fel az ottani igen érdekes helyzetről, adtak egyfajta képet, egyfajta helyzetjelentést. Ugye ott különösen jelen vannak a vegyes házassággal kapcsolatos kérdések, problémák, felvetések, hogy hogyan is tud például egy keresztény asszony megmaradni a hitében egy muzulmán férj mellett. De nagyon hangsúlyos volt az elváltak és újraházasodottak kérdése is. A Szentatya egyébként szombaton kinevezett több moderátort és egy új relátort. Ugye a főrelátor dr. Erdő Péter bíboros, Magyarország bíborosa mellé, illetve a különleges és főtitkár mellé segítőnek több szinódusi atyát nevezett ki, akik moderátorok lesznek és segíteni fognak a beszámoló elkészítésében. Francia, angol, olasz és spanyol nyelvű vitavezetőt, azaz moderátort választott Ferenc pápa. Egy nagyon súlyos katasztrófa kapcsán is megszólalt Ferenc pápa a genovai püspöknek intézett telefonjában, ahol ugye ismételten egy hatalmas árvíz pusztított. Ugye 2011-ben volt egy nagyon nagy árvíz, mely sokaknak tönkretette szinte az egész életét, addigi munkásságukat. Most ez ismétlődött meg, a Szentatya biztosította őket közelségéről és imáiról, és most pedig megjelent Ferenc pápa az ablakban, úgyhogy át is adom a szót Tőzsér Endre atyának. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot kívánok. Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci parla della risposta evangéliumában. Che viene data all'invito di Jézus az emberek válaszáról beszél, arról a válaszról, amelyet Isten meghívására adnak. Istent egy király képviseli ebben a példabeszédben. Isten meghívja az embereket, hogy vegyenek részt a mennyegzői lakomán. Ennek a meghívásnak három fő jellemzője van. Az ingyenesség,
a szélesség, a tágasság és az egyetemesség. Nagyon sok a meghívott, de történik valami nagyon meglepő dolog. Accetta di prendere parte alla festa. Dicono che hanno a kiválasztottak közül senki sem fogadja el a meghívást, nem akar részt venni az ünnepségen. Más dolgok van. Ci offre gratuitamente la sua amicizia. Közömbösek, nem törődömök, sőt, bosszúsak a meghívás miatt. Ma tante volte Isten jóságos felénk, ingyenesen fölajánlja nekünk az ő barátságát, az örömét, az üdvösséget. De oly sokszor előfordul, hogy nem fogadjuk be az ő ajándékait, hanem inkább az anyagiakkal kapcsolatos aggodalmaink, a saját érdekeink állnak életünkben az első helyen. Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che raccolgono. Sőt, vannak olyan meghívottak, akik a meghívást átadó szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Annak ellenére azonban, hogy a meghívottak nem fogadják el a meghívást, Isten terve nem oltre ogni ragionevole limite e manda i suoi servi nelle piazze e ai crocevi nelle strade a radunare tutti quelli che trovano. Az első meghívottak visszautasításával szemben Isten nem veszíti el a bátorságát, nem függeszti fel az ünnepséget, hanem megismétli a meghívást, mégpedig kiszélesítve, kitágítva azt minden észszerű határon túl. Elküldi a szolgáit a terekre, az útkereszteződésekre, hogy gyűjtsenek egybe mindenkit, akit csak találnak. Egyszerű emberekről van szó, szegényekről, elhagyottakról, nincs telenekről. Sőt, azt mondhatjuk, hogy van bárki lehet köztük, jók, rosszak, megkülönböztetés nélkül. És így a ünnepi terem a kirekesztettekkel telik meg. Az evangéliumot, amelyet egyesek visszautasítanak, azt látjuk, hogy sok ember szívében, sok ember befogadja, nem is várnánk a szívébe. Isten jósága nem ismer határokat, senkit sem zár ki. Épp ezért az Úr ajándékainak a mennyegzős lakomája egyetemes, mindenki meg van rá hívva. Mindenkinek megvan a lehetőség, hogy válaszoljon erre a meghívásra, Isten hívására. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy magát kiváltságosnak tartsa, vagy hogy azt követelje, hogy másokat kizárjanak. Mindez arra indít minket, hogy győzzük le azt a attitűdünket, hogy kényelmesen magunkat helyezzük a középpontba, ahogyan a főpapok és a farizeusok csinálták, hanem az a dolgunk, hogy nyíljunk meg a perifériák felé. Ismerjük el, hogy az is, aki az élet peremén él, az is Isten jóságának a tárgya. Mindannyian meg vagyunk hívva arra, hogy Isten országát ne csökkentsük le a mi kis egyházunk, egyházacskánk falai közé, hanem tágítsuk ki, szélesítsük ki az egyházat Isten országának a dimenzióira. Ugyanakkor anche quelli che sono perseguitati a motivo della fede. Invochiamo la sua protezione anche sui lavori del sinodo dei vescovi. Reunito in questi giorni in Vaticano.
Angelus Domini nunciavit Maria. A hit arra hív bennünket, hogy a szeretetünkről tanúságot is tegyünk, és a szolidáris szeretet konkrét tetteiben mutatkozzon meg a hitünk, hogy segítsük a testvéreinket, különösen a leggyöngébbeket, és a leggyöngébbek között vannak az üldözöttek is. Hívjuk Szűz Mária közbenjárását egyrészt, hogy segítse meg a mi gyönge üldözött testvéreinket, és hívjuk az ő védelmét, oltalmazását a püspöki szinódus munkájára is, amely ezekben a napokban tartja összejövetelét a Vatikánban. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő mihébe fogadni Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn. És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Isten szent anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Áldott legyen az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa mattina a Sassari è stato proclamato beato padre Francesco Cirano. Kedves testvéreim és nővéreim, dell'ordine dei frati minori. Ma délelőtt Sassariban boldoggá avatták Francesco Cirano atyát, a konventuális ferences testvérek rendjéből. Rendiamo grazie a Dio per ő inkább azt választotta, hogy megöljék, mint hogy megtagadja a hitet. Adjunk hálát Istennek ezért a vértanú papért, aki hősiesen tanúságot tett az evangéliumról. Az ő bátor hűsége Krisztushoz beszédes tett, különösképpen manapság, amikor áldás üldözés szenvednek a keresztények. Duramente colpita dall'alluvione. És ma különösképpen gondolok a Genova városára is, amelyet szörnyű áradás pusztított el a napokban. La mia preghiera per la vittima e per quanti hanno subito gravi danni. La Madonna della Guardia. Imádkozom azért a személyért, aki ebben az áradásban meghalt, és mindazokért, akik súlyos károkat szenvedtek. A segítő Szűz Mária támogassa ezt a drága genovai népet, hogy egymás segítve fölülemelkedjenek ezen a nagyon nehéz megpróbáltatáson. Kérjük Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlöm
az összes zarándokot, különösképpen a családokat és a plébániai csoportokat. Arrivati a Roma con motivo della canonizzazione di François de Laval e Marie de l'Incarnazione. Különösképpen üdvözlöm azokat a hívőket, akik Kanadából azért érkeztek ide, hogy hálát adjanak il fervore apostolico. De Laval püspök és Kiár szerzetesnő szenti avatásáért. Üdvözlöm a Franciaországból érkezett fogyatékos személyek keresztény hivatalának tagjait, azután a madridi Jézus Szent Szívéről nevezett iskolánhoz tartozó családokat, azután a szegóviai hívőket, azután a jelenlévő lengyel zarándokokat, akik különös szirgalmasság, különös cselekedeteit végzik a pápa napjának alkalmából. Különösképpen üdvözlöm a Szent Kolumbán barátainak társaságának népes csoportját, akik azért jöttek, mert most nyitják meg Szent Kolumbán halálának 14. centenáriumának ünnepségét. Szent Kolumbán nagy evangelizátora volt az európai kontinensnek. Üdvözlöm a segítő Szűz Mária leányait, ezt a szerzetesrendet, amely az egyetemes káptalanját tartja most, azután a Carennóból érkezett, a Szeplőtelen Szűz Mária plébánia érkezett híveket, a Lódi Egyházmegye képviselőit, akik azért jöttek Rómában, hogy ő vezetőjüknek a püspök szentelésén részt vegyenek. Mindnyájatoknak kívánok szép vasárnapot, jó finom ebédet, és kérlek, ne feledkezzetek el arról, hogy imádkozzatok értem. A viszontlátásra. Hát imádkozzunk a Szentatyáért, imádkozzunk a szinódus sikeréért, és ne feledjék, kedves nézőink, hogy hétfőn délután 3 órától élőben kapcsoljuk az Elizabeth ima közösséget, szerdán délután 3-tól pedig Tamási József programigazgató atya várja élőben az önök hívását. A telefonszámot megtalálják weboldalunkon, vagy a közönségszolgálaton örömmel adunk felvilágosítást mindkét műsorunkról, mely ezen a héten fog debütálni, ugye Cseh Péter Mihály atya itt élőben fogadja az ima kéréseket, együtt fogunk itt imádkozni. Hívják a közönségszolgálatot a 780-80-85-ös telefonszámon budapesti hívókörzettel, vagy írjanak nekünk e-mailt a közönségszolgálat@kukac.tv.hu e-mail címen. Örömmel várjuk visszajelzéseiket, kérjük mi is, hogy imádkozzanak értünk, hogyha tehetik adományaikkal, segítsék munkáinkat, és kövessék figyelemmel híradásainkat minden óra 45-kor. Szép vasárnapot kívánunk, most pedig jön Leó atya, és az ő kiváló menüsora a mai napra. Laudetur Jézus Krisztus! In aeternum amen.